lehetőségeket, mivel ezek végül megerősítenek. Második érték. A ceruza mindig megengedi nekünk a radír használatát, kitöröljük azt, amit elrakottunk. Meg kell értened, hogy kijavítani egy dolgot, belátni egy hibát, nem jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb az, hogy tanulságait megfogadjuk, és megmaradjunk igaz, egyenes úton. Harmadik érték. A ceruzának nem a külseje a fontos, hanem a benne lévő grafit, az igazi érték. Ugyanígy nagy odafigyeléssel gondold az, ami benned rejlik, a tudásodat, emberi kapcsolataidat. Mert bármilyen is a külső, ezek a belső dolgok teszik igazán értékessé az embert. És végül negyedik érték, a ceruza mindig nyomot hagy. Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is az életedben, nyomot fog hagyni. Törekedj mindig a szépre, a jóra, hogy nyomodat szeressék.